Próbaútra indulnak az e-kerékpárok és utasaik. Így néznek ki a most átadott új biciklik, amelyek az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda, valamint az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 2020 áprilisában elindított programjából a Hortobágyi Nemzeti Park Cégény-Dányádi területére is kerültek. A program célja, hogy bővítse a nemzeti parkok aktív turisztikai kínálatát. Magára a programra 150 millió forint állami támogatási keret összeg állt rendelkezésre. Ebből összesen 211 darab elektromos kerékpárt tudtunk biztosítani. A program kifejezetten a nemzeti parkok részére lett biztosítva, illetőleg kiírva. Ez azt jelenti, hogy most első körben mind a 10 nemzeti park számára 15 darab kerékpárt tudtunk biztosítani. Vegyesen trekking kerékpárokat és mountain bike-okat, ugye attól függően, hogy milyen felhasználási körülmények, illetőleg feltételek között kell ezeknek a kerékpároknak helytállniuk. A programban pedig, ugye, ahogy említettem, a 211 darabot, további bővítések várhatóak. Maga a programnak elsődlegesen az a célja, hogy a nemzeti parkok a szolgáltatási portfóliókat tudják egy kicsit bővíteni, ami azt jelenti, hogy vezetővel, idegenvezetővel, vezetett túra keretében ezekre a kerékpárokra gyakorlatilag lehet jelentkezni, és meghatározott részvételi díj mellett, illetőleg fejében ezeken a kerékpárokkal, vagy ezekkel a kerékpárokkal ezeken a túrákon részt lehet venni. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Hortobágyi tájegységében már átadtak 15 darab terep e-bike-ot. Az ökoturisták szakvezetett túrák keretében vehetik igénybe. Az igazgatóság szakemberei tavaszra várják az igazi érdeklődést az eszközök iránt. Egyelőre még nincs sok tapasztalatuk, de igyekeznek szélesíteni a túraútvonalakat. Szeretnénk fejleszteni az ökoturisztikai szolgáltatásainkat. Elsősorban azoknak a célcsoportoknak szeretnénk ezt a lehetőséget biztosítani, akiknek megterhelő mondjuk 30-40 kilométert letekerni, ugyanis ezek a kerékpárok rásegítővel rendelkeznek, tehát tekerni ugyanúgy kell, mint egy normál kerékpárt, de sokkal könnyebb és kevésbé kimerítő, tehát akár az idősebb korosztály, vagy a kevésbé edzettek is igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást. A Cégény-Dányádi terület eddig is jelentős turisztikai célpont volt az ökoturisták körében, ez most az új elektromos kerékpároknak köszönhetően tovább nőhet. Örülök annak, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park úgy gondolta, hogy ezeket a csodálatos turisztikai látványosságokat, amit maradva a Hortobágynál a madár és állatvilág, ami egy Tisza szamostöltésen megtekinthető, ezt egy új trendi eszközzel elérhetően mutatja be. Nem csak hazánk nemzeti parkjait fedezhetjük fel a program keretében átadott elektromos eszközökön keresztül, hanem október végétől elérhető egy lakossági célú e-kerékpár támogatási rendszer is, közel 1 milliárd forintos keretösszeggel.